Volodymyr Zelenszky elnök azt a feladatot tűzte ki a hadsereg elé, hogy szabadítsa fel egész Ukrajnát az orosz megszállás alól, és ez csak időkérdése. Jelentette ki Olexi Danilov a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára egy rádióinterjúban. Számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Danilov arra a riporteri kérdésre válaszolva, hogy elkezdődötte Herszom megye felszabadítása, elmondta, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak Herszom beszélünk, hanem az egész ország felszabadításáról van szó. És amikor az elnök feladatot szab a hadseregünknek, akkor egész Ukrajnáról beszél. A Nemzetbiztonság és Védelmi Tanács titkára hozzátette. Természetesen nem tudjuk egyszerre felszabadítani az összes területet, de a legfelsőbb parancsnok azt a feladatot tűzte ki, hogy minden területünket fel kell szabadítani az agresszortól. Ez csak idő és prioritás kérdése úgy véli, hogy a Herson melletti orosz raktárakban történt robbanások a nagy pontosságú fegyverekkel mért csapások következményei. Danilov rámutatott. Oroszország feladata, hogy megsemmisítse minket, mint országot, megsemmisítse országunk legfelsőbb politikai vezetését, és az, hogy az országunk megszűnjön.